Mindnyájunk szívéből beszélek, amikor azt mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért a mai napért, hogy megújulhatott a templomunk, az orgonánk. Felújították a közel 300 éves evangélikus templomot Kismányokon. A munkálatokat a Magyar Állam támogatta közel 25 millió forinttal, de az egyházmegye is hozzájárult, sőt, a lakosok is gyűjtést szerveztek, hiszen a megemelkedett árak miatt a beruházás közel 45 millió forintba került. Ebből tudtuk megújítani a templom részleges külső vakolatcseréjét, festését, vízelvezetést megoldottuk, illetve belülről részben a padozatot kicseréltük, illetve belül vakolatcsere és festés történt meg, valamint az egész templom szigetelése készült el. A faluban a II. Világháború utánig szinte csak német nemzetiségű emberek laktak. Ők építették ezt a templomot. Az ünnepi istentiszteleten Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is jelen volt, aki kiemelte a nemzetiségi lakosok fontosságát és azt, hogy segíteni kell őket tradícióik megőrzésében. Ennek az országnak a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezői, és ez fontos, hiszen ők a kultúrájukkal és a hagyományaikkal olyan értéket képviselnek, amit magyarként, de német nemzetiségüként számunkra is, és minket is gazdagítanak. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt néhány évben közel 300 egyházi épületet és közösségi teret újítottak fel a magyar kormány segítségével a Kárpát-medencében. Nem csak azért fontos ez a templom, mert evangélikus, hanem azért is, mert itt a környékben az evangélikusok német nemzetiségűek, és én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak akkor lehetnek elvárásai a szomszédos országok tekintetében a magyar nemzeti közösségek érdekében, hogyha mi is mindent megteszünk a magyarországi nemzetiségiekért. Az 1788-ban felszentelt templomon, az orgona restaurálásán és a torony felújításán kívül eddig még nem történt ilyen nagy volumenű beruházás.